Szóval elmegyünk a Sástóhoz, ahol már jártunk. De most a másik irányból, igaz? Igen. Egyelőre nem sok túrázó van. Ha meglátjuk az útvonalon, hajrá! Ez a cél, hajrá! Egy kutya már... Hello! Szóval... 22, akarom ennek 2,2 kilométerre. Jó van, nincs itt a szemüvegem. Jó van. Ez van. Megindulunk. Ezért kellett a reggeli, mert már a videón nem biztos, hogy látszik, de ez elég meredek. Mi azon megyünk, de az is meredek. Ugye? Igen. Pedig már eljöttünk. 300 métert legalább. Az erdő szép. Nincs senki. Ennyi. Pont most kapcsoltam be, amikor megálltál. Meredek, mi? Köszönjük, sárga jelzés. Igen. Szerintem a madarak röhögnek, de ez van. Na, ez se jobb már. Második szakasz emelkedő. De mondjuk. Faljuk a métereket legalább. Ereszkedünk, nézzünk a lábunk elé. Szerencsére nincs sár, annyira. Legalább a levelek szárazak voltak, és így fel tudtunk jönni. Lassan kinyílik a tér, és találunk magánkerítéseket. Itt volt egy kis keresztút, de meg nem arra kell menni. Nem itt ezek között, a kicsi fák között. Nagyon óvatosan. A levelek alapján ezek is tölgyek, csak picik. A levelek alapján. Itt művészkedés van. Ez egy kis nyitott tér. És szép lesz a kilátás, szerintem. Ó, igen. Very big kilátás. Nagyon szép. Még itt télen is egészen gyönyörű a hely. Igaz? Igen. Csúszik itt már kicsit. Az órám elszámolta magát, úgyhogy most már nem tudjuk, hol járunk, de lassan azért közelítünk. Az előbb nem indítottam el a felvételt, úgyhogy visszafele tudjuk megnézni ezt a szakaszt. Ez egy széles, pihenősebb szakasz. De már megint emelkedik. És újra megvan a jel. A jel újra. Azért vigyázni kell. Szerintem most már lassan ott leszünk, nem? Már a kilométerekkel nem stresszelnek itt közben, de olyan messze már nem lehet. És nem látszik, de amúgy árnyékunk volt az előbb. Francba! Egy másodperccel készítem el a videóval. De most jó, most jó. Szemedbe süt a nap, igaz? Árnyékod is van.
Nagyon jó. Mindez, de mi van? Január 4-e. Igen. Január 4-e. 12 fok nem. Hát 12 fok nem is, de egy 6-8 biztos, hogy van. Úgyhogy még nagyon alkalmas a túrázásra. Nincs hó. Nincs hó sem. Csak kis sár. Nagyon vadregényes, de ez már kényelmesebb a lábnak. Kevésbé sziklás. Úgy látszik, itt kimegyünk az útra. Hát, valahogy így jelölték ki, és biztos, hogy jó úton vagyunk. Hát gondolom, igen. Nem tudom. Itt van az út, ez a jöttünk. Tudod, ez a nagy út. Ja, igen. Ezzel jöttünk múltkor is. Igen. Akkor egy szerviz segédúton megyünk még fölfele. Szóval ide lehet kiukadni, itt a tó. És nincsenek rajta ilyen rózsák. És ott van mögött egy kilátó. Azt majd még lehet megnézzük. Nagyon menő ez a kilátó torony, de én nem megyek fel. Mint olvastuk, ez olajfúró torony akart lenni eredendően, de annak nem volt jó, úgyhogy ide hozták kilátni. Biztos nagyon szép föntről. Ha, nem mintha fosnék itt a hídon, de kicsit azért fosok, de végre elkaptam a kacsákat. Gyönyörű ez a tó, mindenki jöjjön ide el, hogyha tud.